Hosszú sor állt szerdán a szekszárdi piactér egyik standjánál, mindenki tojásra várt. Alig győzték az eladók, a vásárlók többsége több dobozzal is vett egyszerre. Ami nem is csoda, hiszen nyakunkon a húsvét, a tojás pedig a hagyományos ünnepi menü része. Sokan már túl vannak a négynapos hosszú hétvége előtti nagy bevásárláson, és csupán a fogásokhoz szükséges elmaradt hozzávalókat szerezték még be. Sonka, tojás, akkor húsleves, pörkölt, minden sült húsok, sütemények, minden, ami kívánnak. Meg hát pénteken természetesen a hal. Tojás festéssel, finom, hagyományos ételekkel. A 40 napos böjt befejeztével mondhatjuk, hogy a húsvét többek között a bőség ünnepe. Azonban a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben az emberek többsége jobban meggondolja, hogy miből és mennyit vásároljon. Nem vesz meg mindent most már. Amit szeretne, szerintem az ilyen nyugdíjasok főleg nem. Úgy tűnik, hogy boltból, vagy üzletből üzletbe kell menni, hogy az ember egyáltalán borzasztó, iszonyú. Itt a mandarin eddig nem volt, 1700 forint ott fönt. Zöldségfélék is, ahány ilyen pult, különböző árak vannak. Az árusok is azt tapasztalják, hiába közelednek az ünnepek, a vevők nagyon megfontolják, hogy mire költik a pénzüket. Abszolút nem mernek bátran, nem mernek, hanem egyáltalán, tehát nagyon-nagyon látszik, hogy nincs pénz. Ebben a szekszárdi húsboltban is hosszú sorok álltak. A legtöbb vendég természetesen a sonka iránt érdeklődött. Más valamit adhatok még? Igen, valami sonkát keresnék. Ilyenből tudok esetleg vágni, hogyha ez megfelel. Mennyi ennek kilója? 4100. Az üzlet kereskedelmi vezetője azt mondja, érződik, hogy óvatosabban vásárolnak az emberek, de a jó minőségű húsra, húskészítményekre mindig van kereslet. A boltban egyébként szerdánként a nyugdíjasok kedvezményt is kapnak, ezzel segítik őket. Hozzátette, a húsvét előtti héten általában a füstölt áru a legnépszerűbb. Van a kötözött sonka, házi sonka, és ugye mi híresek vagyunk arról, hogy csak hagyományos füstölés és hagyományos pátrolású termékeket forgalmazunk. És ez nagyon nagy kereslete van mind a kötődött sonkának, a szívsonkának, a csülöknek, úgyhogy ez most a sláger. A húsvét úgynevezett mozgó ünnep, vagyis minden évben máskorra esik. Idén április 7-én van nagypéntek, április 9-én húsvét vasárnap, és 10-én húsvét hétfő. Ez a három nap ünnep, és egyben munkaszüneti nap is.